Augusztus 8 és 10-e között ingyenes jazz koncertek várják az érdeklődőket a Bartók Béla téren. Idén is az Alba Régia Fest indítja a kéthetes fesztivál programot. De idén is lesz mézünnep, és nem maradhat el a Fehérvári Fúvós Fesztivál sem. Szállom, bánom, amit cselekedtem. Székesfehérvár is csatlakozott az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban elnevezésű ingyenes országos programsorozathoz, melynek célja a kulturális és történelmi örökségeink, hagyományaink ünneplése. Aztán idén újra a világ különböző pontjairól érkező táncegyütteseket lát vendégül az Alba Régia Táncegyüttes a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon. Mexikó, Spanyolország és Horvátország kultúráját és táncait ismerhetik meg az érdeklődők. 11-én és 15-én is lesz felvonulás, tehát a Néptánc Fesztivál első napján és záró napján. Egyébként nekünk ez egy mindig hálás kezdés a királyi napoknak az elején lenni, hiszen megalapozzuk azt a hangulatot, amivel azt reméljük, hogy 20-áig kitart a fehérváriaknak a lelkesedése. Az augusztusi programsorozat elmaradhatatlan része a Fricsai Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál. A katonazenekarok minden évben készülnek meglepetésekkel, idén sem lesz ez másként, augusztus 16-án a Városház térre várják a közönséget. Könnyűzenei koncertek is lesznek majd, sőt akár a kertmozik alkalmával is kikapcsolódhatnak a fesztiválozók, és természetesen a Szent István Király Múzeum is készül programokkal. Igyekszünk egy igazi középkori hangulatot teremteni Székesfehérvár belvárosába és környezetében. Ugye előző évben már egy kis ízelítőt kaphattak a lovagi harcokból, hogy milyen volt ennek a hangulata. Ugye egy igazi sport eseményről beszélhetünk, tehát nem előre megjátszott és előre betanult koreográfia szerint zajlanak ezek az események. Itt igazi küzdősportról beszélhetünk tulajdonképpen középkori köntösbe. Idén is lesz Árpádházi Históriák című történelmi játék, amelyet augusztus 18-án és 19-én láthat a közönség a Bartók Béla téren. A Városház téren pedig ebben az évben is 3 napon keresztül várja majd a középkori piac a belvárosba kilátogatókat. Az egyházi események közül kiemelkedik a fogadalmi szentmise. Az uralkodóink földi maradványait rejtő osszáriumot idén is megnyitják, mint ahogy a Városháza is megnyílik az érdeklődők előtt. Augusztus 20-án a fehérvári királyok menete páratlan történelmi felvonulás élményét nyújtja, majd záró eseményéhez érkezik a királyi napok. Az Icsi színpadon Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának koncertszerű előadásával ér véget a fesztivál.